A Dunamenti országokat sújtó nagy mennyiségű víz elérte Magyarországot is. Nagy László, bónifoki tanya tulajdonos szombaton elmondta, hogy reggel 6 óra óta pakol, menti a menthetőt. Az igazság, magára a pillanatnyi állapotra sem nagyon lehet felkészülni, mert én például 3 hete lefixáltam erre a hétvégére egy tartós hétvégi programot, amiből sajnos pakolás lett, átírt minden lehetőséget. Ezekre soha nem lehet felkészülni. Az ember már eleve úgy készül fel rá, ez már egy régi tanya, 80-as évek első felében épült, de a mai tanyákat már alapból úgy építik, hogy a mai viszonyoknak úgymond ellenálljon. Az idei évben a szélsőséges időjárásnak köszönhetően az ártéren található ingatlanokban már megszokottá vált, hogy felkészülnek a magas vízszintre. Az az igazság, hogy egy gyönyörű természetben élni, a természetben lenni, ez nagyon szép dolog. A változatosság, a természet adta lehetőségek, ezek fantasztikusak. Csak olyan rendkívüli dolgok, mint hogy egy évben 3 árvíz van, ami különböző okok miatt történik, és néha megmagyarázhatatlan, ez elég sok kellemetlenséget okoz, mert pakolni kell, anyagi károk, nehézségek, de ebben sajnos együtt kell élni, de ebben nem tudunk mit kezdeni, de biztos, hogy kíváncsi lennék, hogy ez az egyeztetett vízkezelés, amikor aszályok vannak, nagy melegek, mindenki van száradva, és akkor hirtelen jön egy csomó csapadék, amit szerintem a vízgyűjtők vagy a vízszolgáltatás valószínűleg lehet, hogy meg tudná oldani másképpen. Tehát ez csak az én egyszerű horgász véleményem. Jelenleg a Tolna vármegyét érintő Dunai szakaszon nem érzékelhető a néhány nap múlva érkező hatalmas vízmennyiségből semmi. Addig viszont naponta körülbelül 2 métert emelkedik a folyó szintje. Hát ide jöttünk, víz is jön, akkor elpakolunk. Megelőzzük a bajt. Mielőtt elvinni, elpakoljuk, ha tudjuk. Amit el tudunk elrakunk, amit nem, azt meg reméljük, hogy nagyon messze nem viszi, és összeszedjük. Nem, de ezzel nincs mit tenni. Nyilván akinek mélyebben van, az többet pakol, akinek magasabb van a telke, az kevesebbet, de ez az élet itt. Ártéren belül ez van. Megkeresésünkre adásunkig a vízügyi igazgatóság még nem adott ki nyilatkozatot a Tolna vármegyei szakaszra vonatkozóan szerkesztőségünknek.